az ország egyik, talán a leghíresebb, illetve a legnagyobb nyomásnak kitett horgászvizére látogattunk el Tomival. Ez nem más, mint a Harsányi horgásztó. Körülnézve a tavon, szinte minden horgászállásban horgász ül, több száz szerelék lehet bent pillanatnyilag a vízben. Ennek a horgászatnak nem titkolt célja, hogy egy olyan újdonságot mutassunk be a horgászoknak, amelyet már régóta vártak tőlünk. Ez nem más, mint egy markáns fűszeres ízvilág, ami a piacon tudomásom szerint nagyon-nagyon sok kapható, de mégis nem akartunk 102-ek lenni a sorban, ezért sokkal több időt, illetve energiát fektettünk ezen bojlin megvalósítására. Örömmel mutatjuk be a Spicy Red River termékcsaládot, reméljük, ahol a kis partnerek lesznek ebben. Miért éppen Harsány? Az ország számtalan természetes vizén teszteltük a bojlit, ami mindig sarkalatos kérdés, viszont az ellenkezője is az ilyen intenzív túlhorgászott vizek is, ahol a halak nap mint nap más-más bojlikkal találkoznak. Ennek a bojlinak a prototípusait számtalan hasonló jellegű vizen teszteltük már az országban. Ernővel voltunk itt kora tavasszal is, akkor egy eredményes horgásztúrát zártunk magunk mögött. Most pedig azért értünk vissza ide, hogy már a kész termékcsaládot és annak felhasználási tippjeit mutassuk be. Tegnap délben érkeztünk. Bójázás és etetés után relatív hamar, 2 órán belül jelentkezett nekem az első gyönyörűséges tőpont. Tominak pedig késő délután érkezett meg az első darabosabb szeppontja, ami egy szép tükörpont volt. A reggeli szerencsénk pedig ott kezdődött, hogy operatőr barátunk, mikor megérkezett, már egy fárasztásba kapcsolódott bele. Én nagyon messze van. A reggeli első kapás elkövetője a horog végén. Kíváncsi leszek, hogy mit sikerült akasztani. Szépen elfüstölt vele. Elég lassan adja a távolságot. Eddig jó irányba közelít. Szerencsémre a külső bója mellett is úgy látom szépen eljön. Harsányban nagyon nagy jelentősége van a reggeli és az esti csónakos etetésnek. Ugyanis a mennyiség le van korlátozva, ezért nagyon nem mindegy, hogy mit adunk a halaknak, és ezekben az időszakokban közvetlen az etetés után szinte azonnal megélünk lennek a bóják, és egymást érik a kapások, ha mindent jól csináltunk. Most is pont ez történt, le akartam frissíteni a salimat etetés után, és ahogy nyúltam a bothoz, már a hal húzta a másik végét. Nem adja magát olyan könnyen. Fél oldódó bolyomat elhagyta, csak a balanszírozást szolgáló popából jött ki. Így. De jól akadt. Hát így ma reggeli hatalmas 15 kg feltétőpontjom. Remek kezdés, jó így ébredni. Remélem lesz még folytatása is azért a napközben. Hátra van még 2-3 fotó, és már engedem is vissza ezt a szépséget. Spicy Red Liver, azaz fűszeres vörös máj alapja, egy nagy tisztaságú májliszt, amelyet ötvöztünk kiváló minőségű romireddel, amely más prémium kategóriás bojlik egyik fő alkotóeleme is. Mint azt már korábban is említettük, a bojlik kifejlesztése húzamosabb ideig tartott, ennek az egyik fő oka az volt, hogy szerettük volna tökéletes harmóniát megtalálni a bojli íz és aromavilága között. Hogy mit is jelent ez a gyakorlatban? A bojlik illatát a mai világban a kiváló minőségű aromákkal belőni szinte nem egy nehéz feladat. Viszont az, hogy ez megfelelő ízzel is párosuljon, ne ez a titok nyitja. A bojliban éppen ezért kiemelt figyelmet szenteltünk a folyékony összetevők mellett az ízért felelős porállagú adalékokra is, ami a gyakorlatban azt jelenti, hogy ha ezt bedobjuk, azonnal kifejti a hatását a vízben, viszont ott nem ordít, tehát nincs túl aromásítva, így akár egy hosszabb horgásztúrán az 5. napon is ugyanúgy foghatunk vele halat, hiszen a halak nem fognak eltelni vele, és vissza fognak térni az etetésre. Ezek alapján is jól látszódik, hogy álláspontunk szerint
Ebben a bojliban minden fontos alkotóelem megtalálható, ami egy jó fűszeres bojlihoz szükséges. Szép halam, éppen most találta meg a bójámat, de azt szerencsére eldőlt, át is engedte a zsinort, így nem lesz bele nagyobb baj. Érdemes elmondani, hogy nem véletlenül tartom így lefele a horgászbotot, hiszen ha felfele tartom és jobban erőltetem, akkor a halam is sokkal vadabbul fog viselkedni. Egyrészt sokkal inkább be fogja járni az előttünk lévő vízszörötet, ami nem biztos, hogy nekünk előnyös, hogyha a többi szeleléket is összeszedi, illetve nagyobb az esélye a halvesztésnek is. Viszont megpróbálom szépen lassan, óvatosan a magam elé húzni. Óvatosan fárasztok, hiszen nagy távolság eléréséhez fontos a vékony zsinór, ami olyankor nagy előny, hiszen sokkal könnyebben szalad le az orsó dobjáról, viszont fárasztásnál viszont észnél kell lenni nagyon. Az erős távdobotoknál egy rossz mozdulat a fárasztás végét jelentheti. Esetemben az a zsinór most per pillanat 22-es méretet jelent, ami sokkal inkább való féderbotra, mint sem bojlisbotra. Viszont ahhoz, hogy ezt az átlagon felül távolságot minden szélviszony mellett könnyedén meg tudjam dobni, fontos volt a finomítás. A zsinó egyébként Haldorado Record Cap Flow Orange típus. Készítünk sem a merítőt, mert látó távolságra került. Ha? Közeledünk. Az ólom tökéletesen tette a dolgát, felcsúszott a létkor végéig. Ezzel is vigyázz, hogy ne üssük le a halat a horogról. Távolság ellenére azért van maradt ereje. Maradt neki bőven, van még ötlete hozzá, hogy vicceljen meg minket. Egy újabb szép hal, ami színesíti a túránkat, eddig nyurga pontot még nem fogtunk, hát most már itt van ő is. Időközben ránk esteledett, gyönyörű szép holdvilágos éjszakánk van, hogy hajnalban nem fogunk izzadni, az szinte biztos, hiszen talajmenti fagy is várható. Ami ettől viszont jobb hír, hogy a délutánunk a várakozásoknak megfelelően eseménydúsan telt, több szép pikkelyes is megfordult a matracunkon, ebből kiemelkedő Ernő hatalmas, túl eddigi legnagyobb tőpontja. De szeretem, amikor bevágás után úgy igazából megáll a bot. Jó halat szokott ilyenkor sejtetni, de csak bója mögött befeküdt, és nem akar jönni. Nagyon picit kikimozdul, de oldal az inkább. Ez jó hal lesz, Tomi. Nem baj, dolgozzál csak vele. Ó, mindjárt van előttünk. Ki is ért ide a merítési zónába lassan. Elég szépnek tűnik. Igen, csak méltatlankodik. Igen. Öreg töves tudja már szerintem sorsát. Küzd az utolsó erejéig. Nehezen adja. Szerintem érzi is itt a sekély vizet. Eléggé nem van a vízszint. Nagyon erősek.
mindent bevet. Most már azért jobb lenne a szágba tudni. Picit állj hátrébb, szerintem úgy könnyebb lesz. Megbeszélted vele, hogy már szeretné? Nem kérdem meg tőle. Jó. Inkább beleúszhatom. Szép. Szuper! Mekkora erő van benne? Még látszik a csalis a szájába. Hihetetlen ez a párosítás, hogy miket ad. Hatosorok szépen akadt neki. Az oldódó bojlit megint elhagyta, csak a pop-up élte túl. Kis hatos horog, itt az olmunk dippelvel volt. Hatalmas tőpont. Nagyon nagy élmény ezek fárasztása. Hihetetlen. Gyönyörű szép. Szokták erre mondani, nagyapádat ide hozzánk. Hát most azt hiszem nem kell, elég lesz bátyád vagy édesapád is. Szép nagy öreg töves. Milyen vastag pupos háta van. Eszméletlen szép. Amint visszaengedtem ezt a gyönyörű szép tőpontot, éppen akkor érkezett el a legfontosabb pillanat, az mégpedig az esti etetés ideje. Ezen a vízen a horgászoknak egy-egy óra áll rendelkezésükre, hogy csónakból megetessék bójáikat, szigorú mennyiségi korlátok között. Ehhez igazítottuk etetési stratégiánkat Tomival, bójánként szórtunk fűszeres májas bojlitból egy-egy doboznyit, körülbelül egy 2-3 négyzetméteres része koncentráltan, még köré, nagy területre, halibut peletet szórtunk, ugyebár a nagyobb asztalhoz jobban odaférnek a halak. Emellett főszerepet kapott a karbon dobócső is, amivel a közelebbi 100 méterre lévő bójánkat dobócsőveztük, szinte ilyen két óránként egy 20-30 cent bojlival, abból is az oldódóval. Van itt még egy hal, ami említést érdemel, amely nem méretével, inkább kapás körülményeivel hívta föl rá magára a figyelmet, alig hogy megetettük bójáinkat, rádobtuk végszerelékeinket, körülbelül 4 perc telt el, és már húzta is. Elég közel ment a 130 méterre lévő bójánkhoz. Ernővel van egy jól megbeszélt rendszerünk, aki közelebb van a bothoz, az vág be rajta. Én éppen a vacsorával foglalatoskodtam, hiszen arra azért nekünk is szükségünk van. Miközben elpüstölt a baloldali jelzőm. Már volt szó a zsinórokról, azonban most és ezután az éjjel látszódik, hogy mekkora jelentősége van ennek. Nem egyforma zsinórra horgászunk, hogyha a saját szellékemen keresztül úszik alak, azt jó nyomon tudom követni. Kisebb a gubancoldás, illetve a halvesztés lehetősége. Minél sötétebb lesz, ez annál jobban fog látszódni szerencsére.
újabb csali kombináció kelte, egy fél szem pop-up és egy fél szem dobozos Spicy Red Liver Boli, ami oldónak jelennie, de hát ugye 4 percet volt bent, így nem tudott sokat oldódni. Egy újabb szép töves vendéges lett a matracon, engedem is vissza, hiszen most nagyon kapás időben vagyunk. Tennap már szót ejtettünk az új ízvilág beltartalmáról, illetve összetételéről, emellett a dobozos változat is képbe került, most pedig szeretnék magát a teljes termékpalettát bemutatni. A Spicy Red Liver termékcsaládban ugyanúgy megtalálható minden fajta, illetve méret is, így kínálunk bevonatos főzött csalizót, ugyanúgy hozzá főzött pop-upot, majd oldódóban ugyanígy, akik igazán nagy halakra vágynak, azoknak 24 mm-es wafters boili. Különlegességképpen a palettám még megtalálható dippelt boili, amiben két méret van. De ha már szóba került a dip, szólóban is megtalálható, illetve megtalálható pasztában is a fűszeres vörösmáj. A túra folyamán a négy bot lehetővé tett, hogy akár egyszerre 4 különböző csali kombinációt használjunk. Ezt a lehetőséget ki is használtuk Ernővel, folyamatosan kísérletezgettünk a különböző csalikkal, vajon melyik lesz a legfogósabb. Az egyik verzió, ami kimondottan jól működött, az egy fél bevonatos csalizóbóli, egy fél pop-up bólival, természetesen oldódó kivitelben. Ernővel hatalmas hangsúlyt fektettünk arra, hogy a csaliaink a végtelenségig ki legyenek könnyítve. Ne lebegjen, ne süllyedjen, hanem nagyon-nagyon lassan, ahogy a horog hegye eléri az ajzatot, a csali szinte azonnal megálljon. Erre azért volt szükség, mert a korábbi víz alatti felvételek is jól bizonyították, hogy az ilyen kikönnyített csali sokkal hatékonyabb volt, mint a sima fekvő változat. Erre érkezett Ernő éjszakai ébresztője is. Úgy bizony. Érzem, hogy jónak ígérkezik ez is. Elég határozottokat belepumpál. Remélem, horgunk jól akadt. Bírni fogja. Na, milyen helyzet volt az? Itt van már kint. Akkor jó. Szép lesz, láttad? Egyszer megmutatta magát. Szépen egyenesen kijött, és akkor most itt forszél be. Látom, itt nem mérek elmutatni magát. Úgy látom, ezt a merítős dolgot még elkapkodtam egy kicsit. Szemenként. Van benne tartalék. Szemenként 5 perc alvás még belefért volna. Na most... Igyekszem. Kerül. És megvan, ez az. Most van meg. Ez komoly, ha rámerni. Más robot mutat közelebbről. Csajt is most visszahozta. Mind a két bolyr fennmaradt még az előkén. Nem is csoda, hiszen körülbelül egy órája frissítettünk. Hatos horog megint jól akadt neki. Itt van egy gyönyörű szép éjszakai tőpont. Arról bójáról, amit egész nap dobócsöveztünk. Meg lett az eredménye. Szép darabos ő is. Nagyon szép van. Hugh McCrossy. Volt lapát rendes. Szép, szép. Kavarta a vizet. Ha már szó esett a csalizásról, akkor bemutatnám az egyik alkalmazott végszereléket is, ami áll egy vidled dippelt ólomból, illetve a már az előzőekben bemutatott csali kombinációból. Hát nem kell ragoznom, elég sokkal visszahozta ezt a dippelt ólomot, szerintem köszönhető ez a pontos dobásnak, illetve a dippelésnek is. A pontos dobáshoz szükség volt egy megbízható,
erőségű, de egyben rugalmas fárasztóbotra is. Ez a Nevis Mito névre hallgat, ez egy újdonság a piacon. Ehhez társítottunk egy Boss 80-as nagyméretű orsót. Hajnal ébresztünk, elég erősen sikeredett, nagyon vehemesen elhúzta. Szerintem jónak ígérkezik ő is. Most bírtam még csak megfordítani, eddig csak ment és ment. Megnézve a zsinort, nem kapkolósan össze-vissza, hanem teljesen nyíl egyenesen az ötetésről tudom húzni halat. Szerintem jó hal lesz. Folyamatosan megéri a partot, és azonnal viszont egy 15-20 métert. Nem viccel. Nem baj, hogy dolgozni. Ilyenkor kell nagyon óvatosan bánni a vékony zsinóra. Fárasztás közben szépen ránk világosodott, és ez a gyönyörű tükrös teszi tiszteletét itt a bölcsőbe. Hihetetlenül szép, ő is hibátlan teljesen. Igazi vaskos, erőtől duzzadó hal. Mindig érdekes kérdést vet fel, hogy egy adott ízvilágú csali milyen további ízekkel lehet hatékonyan kombinálni. Nekünk ez nagyon jól működött abban a felállásban, hogy egy szem bevonatos oldódó spicy red liver boilit óvatosan megvágtam a felületét, és ehhez illesztettem egy szem 14 mm-es Quattro Squid Octopus Pop-up Boilit, amelyet szintén megvágtam. Ezt a kettőt összefordítom. Egyébként ez a squid és a májas vonal nagyon jó harmonizál egymással, tehát akár a Black Squid teljes termékcsaládot lehet kombinálni ezzel az ízvilággal, mint ahogy tettük ezt mi is. Ez is több szép kapás is eredményezett. Még annyival kiegészíteném, hogy a paszta oldalon gyúrunk egy kis májas pasztát, nem kell belőle sok, nem akarom a dobótávolságot drasztikusan lecsökkenteni, ugyanaz az ettésre szeretném bejuttatni. A viszonylag kemény állat, ne tévesszem meg senkit, attól függetlenül, hogy nehezebb rágyúrni az ólomra, a vízbe érve azonnal elkezd dolgozni, de így bedobás és becsapódás közben nem tud leesni az ólomról. Szép metőpont. Elég megtartani. Remélem sikerült felkelteni az érdeklődés az új termékcsalád iránt.
Ha igen, akkor bátran javaslom, hogy önök is próbálják ki a Spicy Deadly Verbolit, amikor a tavasztól későszig, bármikor okozhat kellemes meglepetést.